Folytatódik tehát a radar. A fiatalon elhunyt hegymászó Kis Péter édesapja fia elvesztésének 10. évfordulóján expedícióra indult a Kancsendzőnga 5500 méteren lévő alaptáborába, hogy érezze fia közelségét és lássa azt a helyet, ahol örök nyugalomra lelt. Idősebb Kis Péterrel Kékestetőn fia emlékhelye mellett beszélgettünk. Ez itt iskolás korába készült. Szerintem ilyen első-másodikos korába lehetett. Igen, ez a fotó, ez az utolsó fotók egyik, amik itthon készült, sőt, talán majdnem a legutolsó. Ez már kint van a Kancsendzőnga, ez alaptáborba, amikor mentek fölfel, ez már az a kép Péterről. Ennek érdekesség, ez azért éreztem meg mindig, mert a szemüvegében ott van Zsolt. A családi album képeit lapozgatja Kis Péter hegymászó édesapja. A kivételes tehetségű fiatal sportoló 10 évvel ezelőtt a világ harmadik legmagasabb hegyére, a Nepál és India határán található 8586 méterig nyúló Kancsendzöngára indult útnak Erős Zsolt társaságában. Ez az expedíció, amihez én most csatlakozni fogok, a Magyarok a világ 8000-esein expedíció sorozat része, amit Erős Zsolt és Korlár Lajos alapított, és erre kaptam én most egy meghívást, amit én nagy tisztelettel el is fogadtam. Kis Péter 10 éve így jelentette be, hogy élete egyik legnagyobb kihívása előtt áll. 2013. május 20-án ő és Erős Zsolt is feljutott a csúcsra, ám a visszafelé vezető úton megszakadt velük a kapcsolat. Egy ország figyelte lélegzett visszafojtva a híreket és várta a csodát, ám pár napon belül biztossá vált, hogy nincs remény. Kis Péter édesapja fia elvesztésének 10. évfordulóján expedícióra indult a Kancsendzőnga 5500 méteren lévő alaptáborába, hogy, ahogyan ő fogalmaz, érezze fia közelségét és lássa azt a helyet, ahol örök nyugalomra lelt. Akkor Péter, ez a tragédia megtörtént, akkor mi mindenhol szerettünk volna valamit csinálni. Tehát úgymond Péternek az emlékét őrizni. Nekem már nagyon régen, nem tudom, lehet, hogy már az elejétől bennem volt mindig ez, hogy jó lenne egyszer kijutni a Kancsendzöngára. Idősebb Kis Péter a fiával, Attillával vágott neki a fizikailag és lelkileg is megterhelő útnak. Az emléktúrán pontosan azon az útvonalon zarándokoltak, amelyen egy évtizede a fiatalon elhunyt hegymászó is haladt. Az út során rengeteg emberrel találkoztak, többek közt hegymászókkal, akik tisztelettel beszéltek a fiáról és Zsoltról. Az egyik legmeghatóbb pillanat pedig az volt, amikor egy kínai hegymászó, aki csúcstámadásra készült a Kancsendzöngára, megkérdezte tőle, hogy szeretne felküldeni vele valamit a csúcsra. Hát úgy döntöttem, hogy írok a levelet a fiamnak. És akkor én ezt ott megírtam, ezt becsomagoltuk ezt, és átadtam ott ő neki. Ennek a kínai hölgynek, és ő mondta, hogy ő ezt mindenhogy feljutatja nekem. Idősebb Kis Péter és fia szélsőséges időjárási körülmények között egy hetet töltött egy 4000 méteren lévő táborban. Sokáig kétséges volt, hogy el tudnak-e indulni helikopterrel az 5500 méteren lévő alaptábor felé. Az indulás reggelén azonban ragyogó napsütésre ébredtek. Megálltunk a placon is, az alaptáborba is, amikor szétnéztem, és az a gyönyörű idő, ami ott volt fenn, akkor eszembe jutott az, hogy ez nem lehet más, csak hogy Péter és Zsolt egy közben szólt. És elintézte nekünk, hogy mi feljussunk ide. A fiatalon elhunyt Kis Péter édesapja azt mondja, sokáig csak álltak egymással szemben, ő és a Kancsendzönga. Úgy fogalmaz, minden kisimult, minden nyugodt volt, és csak azt érezte, hogy megérkezett. Én éreztem valami ilyen közelséget, nem tudom, hogy mi ez. Hogy? Tehát az, hogy a fiam ott van mellettem, vagy nem tudom. Nehéz ezt nekem így megfogalmazni, de az, hogy így ilyen közel kerültem ahhoz a ponthoz, ahol ő volt, tehát ezt sok ember lehet nem tudja elképzelni. Én sem tudtam, hogy most ez mi ez, de ez egy ilyen, hogy átment rajtam ez a dolog. A fiatalon elhunyt gyöngyösi hegymászó tiszteletére több emlékhelyet is állítottak hazánkban. Az egyik Kékestetőn beszélgetésünk helyszínén található. A Mátra Múzeumban pedig ez év decemberéig megtekinthető az a kiállítás, amelyen Kis Péter személyes tárgyai mellett a futó- és túraversenyeken szerzett érmei is láthatóak.
Édesapja azt meséli, nem volt Magyarországnak olyan szeglete, amit fia ne járt volna be. Megfontolt, óriási tudású, higgadt mászó volt. Kivételes tehetség, aki olyan rekordokat tudhatott magáénak, amelyeket csak kevés alpinista. Első magyarként mászta meg az Alpok minden 4000-es csúcsát, összesen 82-t, de egyedül ment végig a magas Tátra főgerincén is. Édesapja azt mondja, fia bármerre is járt a világban, a szakemberek és sportársai tiszteletét, szeretetét is kivívta. Kis Péter egy olyan ember volt, akire mindig mindenki számíthatott. Ő mindig itt maradt. Igen.